A hétfő reggeli adatok szerint 7263 új fertőzöttet regisztráltak. Elhunyt 189 többségében idős krónikus beteg. 12291 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1497-en vannak lélegeztetőgépen. Mivel a megoldást a védőoltásban látják, így folyamatosan zajlik az oltás. Már 1.920.347 fő a beoltottak száma. Ebből közel 700.000 embertársunk már a másodikat is megkapta. A jár járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk. A brit mutás nagyon gyorsan terjed, jelentősen nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma. Ezért a korlátozások továbbra is érvényben vannak. A kormány ezért mindenkit arra kér, hogy továbbra is tartsa be az óvintézkedéseket és regisztráljon a védőoltásra. A virágvasárnap hétvégéjén is folytatta Magyarország a küzdelmet a koronavírussal szemben. Orvosaink és ápolónőink Átállt a sarata, a magyar egészségügy bírta a terhelést. Köszönetet mondunk, hálásak vagyunk a hétvégi erőfeszítésekért is. Új hír, hogy a pedagógusokat sikerül előrevenni az oltási sorrendben. Ehhez az kell, hogy hétfő éjfélig regisztráljanak. Kérem őket vegyék fel az oltást, hogy minél hamarabb újraindíthassuk az óvodáinkat és az iskoláinkat. Az oltás jól halad, a mai napon jó esélyünk van arra, hogy elérjük a 2 millió oltás számot. Magyarország a második az uniós oltási ranglistán, azonban a koronavírus járvány harmadik hulláma Európa szerte erősebbnek bizonyul az eddigieknél. A kormány csak akkor tud enyhíteni az intézkedéseken, ha két és fél millió ember legalább az első oltást megkapta. Ennek megtörténte után a következő változások lépnek életbe. A kiárási tilalom kezdete este 10 órára módosul, a vége változatlanul reggel 5 óra marad. A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések megszűnnek. Továbbá a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín nem kötelez zárva tartani, míg az üzleteknek este fél 10 és reggel 5 óra között be kell zárniuk. Az üzletekben biztosítani kell, hogy átlagosan 10 négyzetméterenként csak egy vásárló tartózkodhasson bent. Hozzátették a 10 négyzetméteres szabály alkalmazása során a 14. életévét be nem töltött kiskorút, a 65. életévét meghaladott, illetve fogyatékossággal élő személy segítőjét nem kell figyelembe venni. Az üzlet köteles gondoskodni arról, hogy a bejutásra várakozók a közös háztartásban élők kivételével egymástól másfél méteres távolságot tartsanak, a vásárlók számára készfertőtlenítés lehetősége az üzletvásárló terében folyamatosan biztosítva legyen. És a bevásárláshoz használt eszközök, mint például a kocsi és a kosár a higiénis előírásoknak megfelelően legyen tisztán tartva.